Indul a felderítés, július 1-től helikopterrel és drónokkal is ellenőrzik a megyét, a parlagfüves területeket keresi a kormányhivatal. Pályaválasztási nap. Közel 700 diák és több mint 25 kiállító vett részt a Móri Zsigmond általános iskola rendezvényén. Július 1-én indul a parlagfű felderítése a megyében. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A kormányhivatal ettől az évtől már nem csak helikopterrel, hanem drónokkal is ellenőrzi a kül- és belterületeket. A fertőzött földek száma évről évre nő, tavaly háromszor annyi esetben indítottak eljárást, mint az azt megelőző évben. A bírság mértéke legalább 15 ezer forint, de területtől függően akár milliós tételt is kiszabhatnak a tulajdonosokra vagy használókra. Július 1-től kezdődik a parlagfű által fertőzött területek felderítése, közölte a megyei kormány megbízott szerda délutáni sajtótájékoztatóján. Arra hívják fel a tulajdonosok és földhasználók figyelmét, hogy amennyiben szükséges, ismételten végezzék el a parlagfűmentesítő kezeléseket. Az előzetes felmérések szerint az eddigi védekezési munkálatok nem mindenütt voltak hatékonyak. Így már most láthatók a parlagfűvel terhelt területek a megyében. A probléma leginkább a nyírséget érinti, hangzott el a megyeházán. Az elmúlt időszakban hirtelen, nagy mennyiségben érkezett eső elősegítette a gyomnövény intenzív növekedését. Nagyon sok embernek a mindennapjait keseríti meg az, hogy a parlagfűre allergiásak, és azért szükségesek ezek az ellenőrzések, hogy minél kisebb terület legyen a megyében, ami parlagfűvel borított. Ez azt gondolom, hogy mindenkinek az ügye. Nyilván a külterületeken azoknak a gazdálkodóknak, azoknak a földhasználóknak, akik azokat a földeket művelik, viszont hogy a belterületen is van teendő parlagfűvel kapcsolatosan. Tehát úgy gondoljuk azt, hogy egy nagyon széles körű összefogás szükségeltetik. Ez a mai sajtótájékoztató az arról szólt, hogy a figyelmet felhívjuk arra, hogy a szezon közeleg is bizony vannak teendők. Június 11-től újra működik az online parlagfű bejelentő rendszer is. Ezen keresztül bárki jelezheti, ha a parlagfüves területet észlel a környezetében. A fertőzött területek száma évről évre nő, ezért is fontos a kormányhivatal ellenőrzése. A céljuk azonban nem a büntetés, hanem a figyelemfelhívás. Tavaly éven háromszor több esetben indítottunk eljárást, mint az azt megelőző éven, ami az a felderítésnek a hatékonyságának köszönhető elsősorban. Annak a hatékonyságát sikerült növelnünk, mind a terepi munkával, mint pedig a helikopteres felderítéssel. Ez az idejében azzal fog kiegészülni, hogy drónok is a rendelkezésünkre, ennek is külterületeken segítséget fognak számunkra nyújtani, hogy megtaláljuk ezeket a helyeket, beazonosítsuk, és utána pedig fölhívjuk a figyelmet arra, hogy bizony itt teendő van. A tulajdonosok vagy földhasználók komoly büntetésre számíthatnak. Ennek összege minimum 15 ezer forint, de a terület nagyságától, illetve attól függően, hogy kül- vagy belterület, akár milliós büntetést is fizethetnek, ha nem írtják ki a parlagfüvet. Legalább harmadával csökkenhet az adók száma a 2022-ig tartó kormányzati időszak végéig. Ezt az adóügyi államtitkár mondta a Magyar Nemzetnek. Tavaly decemberben még mintegy 60 közteherfajtát tartottak számon idehaza. Közülük néhány év alatt nagyjából 20 tűnhet el. A tervek szerint első körben 2020-ban egy teherré olvad össze a nyugdíjjárulék, a természetbeni egészségbiztosítási járulék, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék és a munkaerőpiaci járulék. Izer Norbert hangsúlyozta, ez nem csak adminisztrációs könnyebbséget jelenthet a cégeknek, hanem költségcsökkentést is, hiszen nem több különböző számlára kell utalni ezen túl az összegeket, hanem csak egyre. Ugyancsak 2020-tól megszűnik az egyszerűsített vállalkozói adó, az EVA. Közben jövőre a kormány minden eddiginél magasabb összegben számít a népegészségügyi termékadóra, szúrta ki a portfólió a 2020-as költségvetés részletező sorai között. A pénzügyminisztérium úgy reagált alap megkeresésére, hogy nem adóemelés áll a növekvő bevétel hátterében. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum valamennyi iskolája, a Nemzeti Agrárkamara, a rendőrség, a katonaság, valamint különböző helyi vállalkozások összesen több mint
25 kiállító várta az alsósokat és felsősöket egyaránt a Móri Zsigmond általános iskolában rendezett pályaorientációs napon. Az előadások, kiállítások és bemutatók célja az volt, hogy segítse a diákokat a továbbtanulásukat és karrierválasztásukat érintő döntések tudatos átgondolásában és meghozatalában, illetve hogy a gyerekek mellett a szülők is képet kaphassanak a különböző szakmákról. Ennél a standnál gyümölcsöt csomagoltak, egy másik helyen pedig a vízvezeték szereléssel ismerkedhettek a móricos iskolások, de nem csak ők, ugyanis a szakképzési centrum diákjai mellett a szülők is kilátogathattak a második pályaválasztási napra. A Nyíregyházi Móri Zsigmond általános iskola második alkalommal rendezte meg a mai napon a pályaorientációs napját. Több mint 27 kiállító bemutatkozó vett részt a programunkon. A gyerek létszám az megközelíti a 700-at. Minden feladatellátási helyünkről jöttek, érkeztek érdeklődő tanulók, így a Vécsei Károly tagintézményünkből, a Kertvárosi tagintézményünkből, a Váci Mihály tagintézményünkből, és a Székhelyi intézményünkből, ahol most jelenleg vagyunk, itt 440 tanuló vett részt a mai napi programon. A pályaválasztáshoz elengedhetetlen, hogy a gyerekek információkat kapjanak arról, hogy a jövőben mivel akarnak foglalkozni. Így a céges kiállítók mellett számos iskola is bemutatta, hogy milyen képzés vár az oda jelentkező diákokra. Ennél az asztalnál látványos kísérleteket végezhettek, a folyadék pH értékét és vezetőképességét is megmérhették, az évi standjának másik oldalán pedig alaprajzot szerkeszthettek és 3D-s terveket is rajzolhattak a fiatalok. Lényegében a különböző szakmacsoportjainkba szeretnénk, hogy bepillantást nyerjenek az általános iskolások, úgy a környezetvédelem, vízügy, illetve ugye az építőipari szakmacsoportoknak a kis apró munkáit lehet itt közelebbről megnézni. A diákok inspirációt és lendületet kaphatnak a szakmákba való betekintéstől, ami a szervezők szerint azért is fontos, mert így megalapozottabban tudnak majd 8. után középiskolát választani, és ezáltal sikeresebbek is lesznek a továbbtanulásban. Incédi szakközépiskolából jöttünk, az épületgépész szakmán belül a vízvezetékszerelő, központi fűtésszerelő, gázvezetékszerelő és szellőzés klíma szerelő anyagokat hoztuk ki, bemutatni az általános iskolásoknak. A szervezők elmondták, az iskola további célja az volt a rendezvényen, hogy a tavaszi és őszi pályaválasztási időszak mellett folyamatosan a diákok figyelmébe ajánlják a rájuk váró lehetőségeket. Kétnyelvű kötetként jelent meg a Józsa András Múzeum 75. saját kiadású könyve A bőség szaru. Az intézmény alapításának 150. évfordulója alkalmából készült kiadványt Balázs Attila fotói teszik élvezhetővé a nem szakmabeliek számára is. Az ünnepi könyvhetet pedig egy különleges fotókiállítással is kiegészíti a múzeum. Tavaly a Józsa András Múzeum 150. évfordulója alkalmából készült el a Bőségszaru című kötet, amelyet az idei ünnepi könyvhét keretein belül mutatnak be az érdeklődőknek. Ez 150 tárgyat mutat be a múzeum régészeti, néprajzi és művészettörténeti gyűjteményeiből. A magyar és angol nyelven megjelent írásokat Balázs Attila fotói színesítik. Grafikus kollégánk, aki tervezte a kötetet, Cseppentő Zoltánnak egy érdekes ötlete volt, hogy a visszafele számoztuk meg a tárgyakat, tehát a legkorábbi tárgy a 150-essel kezdődik, és akkor visszafele, ahogy közelítünk a máig, úgy a legutolsó tárgy az egyes, tehát egy ilyen érdekesen, még fokozottabban érzékeli az ember azt a 150 évet, az időnek a múlását. Még talán annyit, hogy a múzeumi szervezetünknek minden egyes kollégája beszállt ebbe a munkába, sőt olyan kollégák is írtak ebbe a kötetbe, akik már nem dolgoznak nálunk, de korábban éveket vagy évtizedeket dolgoztak, úgyhogy tényleg ez egy méltó, úgy gondolom egy méltó megünneplése a mai munkatársaknak, méltó megünneplése a múzeum nagyon szép évfordulójának. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye népművészete című könyv javított változata is elérhető a térség értékei iránt érdeklődők számára. A könyv közel 800 oldalon 12 megyei néprajzkutató, 19 tanulmányát és közel 900 illusztrációt tartalmaz. Az ünnepi könyvhét keretein belül mutatják be az útszélén fekvő Kincsek ezek című válogatást is Kis Lajos hírlapi emlékeiből.
Kis Lajosnak azért is volt nagy jelentősége a múzeum életében, hiszen neki adatott meg az a lehetőség, hogy az addig méltán híres, tehát régészeti gyűjteménnyel rendelkező múzeumot ki tudta bővíteni néprajzi és képzőművészeti gyűjteménnyel is. Tulajdonképpen ez már József András tervei között is szerepelt, és volt is egy ilyen próbálkozása, hogy néprajzi gyűjtés indítson, de neki kevesebb sikerrel, tehát nem sikerült ezt véghez vinnie. Ez 1920-as években kezdte el a néprajzi gyűjtéseket szorgalmazni Kis Lajos, és az ő munkája nyomán jött létre a néprajzi gyűjtemény, és az ő kapcsolatai révén, hódmezővásárhelyi művészekkel való kapcsolata révén alapozta meg a képzőművészeti gyűjteményt. Ezért fontos számunkra Kis Lajos. A könyvbemutatókat kiegészítve pénteken a Duna Delta című fotókiállítás is megnyílik a múzeumban. Ennek az aktualitását az adja, hogy a Szatmár Németi Partner Múzeumunkon keresztül megkerestük a Tulcsai Természettudományi Múzeumot. Itt egy delegációval, egy szakmai delegációval vettünk részt, és próbálunk a 10 évvel ezelőtt megszakadt szakmai kapcsolatot újraéleszteni. Az újraélesztésnek pedig egyik állomása az, hogy most kölcsönösen kiállítást cserélünk. Ők adták ezt a gyönyörű szép kiállítást, ami pénteken 11 órakor fog megnyílni, és mi pedig régészeti fotókiállítást fogunk nekik biztosítani. Ezt szeptemberben viszi majd el a Romániában található Tulcsai Kulturális Intézmény. A József András Múzeumban pedig jövő héten a múzeumok éjszakájával folytatódnak a programok. Szervét Tibor rendhagyó estjére várták a közönséget kedden a Bencs villában. A Thália Színház művésze ezúttal nem a színészetről, hanem testről, lélekről és szellemről beszélt az érdeklődőknek. Szervét Tibort a nézők számos színházi szerepéből, filmből, a színházról szóló televíziós sorozatból ismerik. A nyíregyházi közönség szerencsés helyzetben van, ugyanis a művész visszatérő vendége a Vidor Fesztiválnak, ahol 2 alkalommal díjat is nyert. A Bencs villában rendezett esten kevés szó esett színházról. A téma ezúttal az az út volt, amit a művész az elmúlt évek során talált magának, és ami őt nagyban gazdagítja. Szervét Tibor arra keresi a választ, hogy saját gondolataink és érzéseink mennyiben segítenek hozzá az élet megismeréséhez. A beszélgetés kiinduló pontja az a gyakori kérdés volt, ki is az a nagybetűs én, és mit lehet kezdeni vele. Igazán lényeges dolgokat nagyon nehezen tudunk megtanulni. Nem tanítják még nagyon a szülők sem, mert ők se tudják. Nem tanítják az iskolában, nem tanítják semmilyen intézményben, talán meg az egyház foglalkozik vele a leghatékonyabban, hogy tud az ember a saját rossz tulajdonságainak a csapdájából kikecmeregni. Hogy tud abból a reflexből kikecmeregni, hogy ő neki igaza van, másoknak nincs. Szervét Tibort nagyon érdekli az önismeret témája, ezért coachképzőt végzett és meseterápiát is tanult. Az ezekről szóló estjeit a Spinóza Színházban kezdte, Boldizsár Ildikó meseterapeutával beszélgetve, aki arra biztatta, egyedül is találkozzon a közönséggel. Bár a nyíregyházi nézőknek keveset beszélt a művész a színházról, televíziónknak elmondta, hogy nagyon sikeres évadon van túl. Nagyon szerettem, ugye én a Thália Színház tagja vagyok már vagy 3-4 éve, és 2 nagyon sikeres, a Thália jobbára vígjátékokat tetszik. Vígjátékot mutattunk be, az egyik a Legyen férfi, Mesélj Pénnyel, a másik pedig Födónak a Bolha a fülbe című elnyűhetetlen végjátéka. Ezeket nagyon szerettem, nagy siker. És ezen kívül az az öröm ért, hogy én csináltam egy színpadi adaptációt Daniel Case Virágot Algernonnak című regényéből, amit már 4. éve játszunk a játékszínben. Majdnem 90-szer játszottuk. És most ugyanezt a példányt, ezt bemutatták Szegeden is, és ott voltam a bemutatón, és nagyon sírtak a nézők. A jövő héten újabb színművész lesz a villa vendége. Fűr Anikó verses estjét láthatják a nézők, majd június 25-én borkóstolással egybekötött beszélgetésre várják az érdeklődőket.
csapatmenedzserként segíti a Fátum Nyíregyháza munkáját a jövőben Veres Péter. A korábban sokszoros válogatott játékos a férfi nemzeti együttes mellett már dolgozott hasonló munkakörben. A nyíregyháziaktól egyébként távozott 5 légiós, viszont bejelentették a válogatott Pintér Andrea érkezését. Veres Péter játékosként nemzetközi szinten is a legjobbak közé tartozott, több ország bajnokságában szerepelt és 108 alkalommal játszott a magyar válogatottban. Aktív pályafutását követően némi szünet után 2 évvel ezelőtt csapatvezetőként tért vissza a férfi nemzeti együtteshez, aztán a nyári Európa Liga meccseket követően ismét a civil élet felé fordult a pályafutását Nyíregyházán elkezdő volt röplabdázó. A következő hónapokban viszont ismét a sporté lesz a főszerep, ugyanis Veres Péter lett a Fátum Nyíregyháza csapatmenedzsere. Nekem nagy megtiszteltetés, hogy ezt a felkérést nyújtották felém. Ez nekem tényleg nyíregyházi születési játékosnak, és tényleg elmutatom, hogy a pályafutásom is itt kezdődött, ez tényleg egy nagy kihívás számomra egyben. Ez igazából annak köszönhető, hogy mint az imént mondtam, hogy nyíregyházi születési vagyok, én ezzel minimum tartozok a városnak, illetve a magyar sportnak, fogalmazzunk így. Ez most az idén teljesült ki, hogy hogyha már életszerűen itt lakok, akkor miért ne adnám át esetleg a pályafutásom alatt szerzett tapasztalatokat, illetve ha már hozzátehetek esetleg így a jövő nemzetékének, úgy gondolom a kisebbeknek, a fiatalabbaknak, hogy esetleg tényleg megosztan az én tapasztalatomat, ez szerintem mindenképp pozitív. Mint Péter elmondta, nem jelenthet gondot számára az, hogy az eddigi férfi vonalról átvált a női szakágra. Hogy én követem a női röplabdát az utóbbi években, tényleg én azt veszem észre, hogy ők is próbálnak ezt a fiús röplabdát átvenni. Most arra értem, hogy taktikailag, technikailag, tényleg kondícióban is olyan sokat felült a női röplabda, hogy már szinte alig vannak lemaradva a férfiaktól. Én nem gondolom, hogy nehézséget okozna nekem. Persze bele kell, hogy én is kicsit lendüljek, de majd a Horvosi Lászlóval, illetve a segédjével, Német Szabolcsa lesz majd biztos, hogy fogjuk tudni orvosolni. Az előbbiekből kiderült, hogy a szakmai stábban Horváth Andrást Németh Szabolcs váltotta. Távozott 5 légiós, Jasmine White, Daniele Brisbois, Sanja Kalicsanyin, Tatja Matic és Elizon Mayfield is. Új játékosként egyelőre a Jászberényből érkező válogatott centert Pintér Andrát jelentette be a klub vezetése. Torna győztesként tért haza a Bozsik Akadémia U14-es csapata Németországból egy nemzetközi utánpótlás tornáról. Csernyenko Ruszlán tanítványai 5 győzelem mellett 3 döntetlent játszva szerezték meg az első helyezetnek járó serleget. A németországi Basknánkban ez évben 24. alkalommal rendeztek nemzetközi utánpótlás tornát. A nyíregyházi Bozsik Akadémiát 2 korosztály, az U14 és az U12 képviselte. Az idősebbek Csernyenko Ruszlán irányításával a csoportmeccseken 2 győzelem mellett 2 döntetlent játszottak. A középdöntőben 2 győzelem és 1 döntetlen volt a nyíregyháziak mérlege, akik így bejutottak a fináléba. A döntőben a német FSV Weiblingen ellen 1-0 nyert a Bozsik Akadémia, megszerezve a torna első helyét. Nagyon jó színvonalú, nagyon jó megszerezett nemzetközi tornán vettünk részt. Nagyon fontos volt felmérni, hogy hol tartunk a csapatjátékba. Nagyon tetszett, hogy a játékosok nagyon gyorsan tudták alkalmazkodni a gyors tempóhoz, és kényelmesen érezték magunkat a játékszituációkba. Úgyhogy ez nagyon-nagyon tartalmas és szakmailag is szempontból is nagyon jó torna volt, amit meg tudtuk nyerni. Az edző elmondta, hogy igyekeztek figyelni az ellenfeleket, próbáltak minél több tapasztalatot szerezni a nemzetközi mezőnyben. Nagyon észrevehető volt a tornán, hogy minden csapatnak a hozzáállása a mérkőzésen és a tempó, az intenzitást, ez nagyon magas volt. Meg voltak szervezve a védekezési játékok, a felépítés is, meg a befejező játékok is. Azt láttunk, hogy ugye 18 perc alatt folyamatosan kellett koncentrálni a gyerekeknek, és folyamatosan kellene reagálni ezekre a intenzív ingerekre, és ha tempót tudtunk végig nyomni, akkor sikerülnek a dolgok. Úgyhogy én azt láttam, hogy fejlődtek a gyerekek ezen a tornán. Jól szerepelt a tornán a Bozsik Akadémia U12-es csapata is, a Marcsek Zoltán által irányított együttes a 3. helyen végzett Németországban.
6. alkalommal rendeznek sárkányhajó versenyt június 22-én szombaton a Tisza rakamazi szakaszán Tokajnál. A résztvevő csapatok a 200 méteres sprint távon, valamint a 2 kilométeres hosszú távon mérhetik majd összetudásukat. Kifejezetten amatőr csapatokat várunk erre a versenyre. Egy sárkányhajó, 20 személyes húszevezős, egy dobos és egy szakképzett kormányos ül a hajókban. A versenyre nevezésnek nem feltétele az evezni tudása, az evezős előélet. A csapatok nagy része úgy érkezik hozzánk, hogy a verseny előtt tanulja meg az alapvető lapátfogásokat. Ettől is jó hangulatú a verseny, összehozza a barátokat, a csapatokat, a cégeket, akik elsősorban hozzánk szoktak érkezni ezen a szombati napon. Reméljük, hogy az időjárás is kegyébe fogad minket, a Tiszán levonuló árhullám az teljesen megcsendesedett, a Tisza nyugodt és a medrében van. Várjuk az evezősöket! Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Évről évre nő a parlagfűvel fertőzött terület nagysága Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Tavaly háromszor annyi esetben indítottak eljárást, mint 2017-ben. Ettől az évtől már nem csak helikopterrel, hanem drónokkal is ellenőrzik a kül- és belterületeket. A felderítés július 1-én indul, a tulajdonosok vagy használók minimum 15 ezer forintos bírságot kaphatnak, de a terület méretétől függően akár milliós összeget is fizethetnek azok, akik nem írtják ki a parlagfüvet. A Nemzeti Agrárkamara, a rendőrség, a katonaság, valamint különböző helyi vállalkozások. Összesen több mint 25 kiállító várta az alsósokat és felsősöket egyaránt a Móricz Zsigmond Általános Iskolában rendezett pályaorientációs napon. A 700 diák mellett a szülők is részt vehettek a napon, akik így szintén segíteni tudják a gyerekek jövőjét, nagyban meghatározó pályaválasztást. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, június 12-én szerdán, friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Reggelig fokozatosan kiderül az ég, a fátyol és gomoly felhőkből addig zápor előfordulhat, helyenként zivatar is kialakulhat. A délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 fok körül alakul. Csütörtökön a kevés felhő mellett sok napsütés várható, csapadék nem valószínű. A délkeleti szél helyenként megélénkül. A legmelegebb órákban 34 fok körüli hőségre van kilátás. A hétvégéig aztán túlnyomóan napos időre számíthatunk, gomoly, illetve fátyol felhőkkel. Frissítő zápor zivata legfeljebb néhol fordulhat elő. Folytatódik a kánikula, a strandidő, sőt, egyre több helyen forróságra is számíthatunk. A hétvégén jövő hét elején majd egy hullámzó front éri el hazánkat, ekkor már csapadékosabbra fordul az idő, és az ország nagy részén mérséklődik a nagy meleg.